Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy aktuális szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, mit tervez, hogyan érzi magát, mit érez irántad és mit fog tenni. Az ő gondolatait középen látjuk. Itt felül és alul. Az egerek. Ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Gyakran tudnak segíteni, hiszen el tudnak távolítani negatív gondolatokat, vagy negatív érzelmeket. Viszont itt alul a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, és ezzel kapcsolatban az egerek el tudnak távolítani valamit a pénzből, tehát vagy van kiadás, veszteség nála, vagy vannak félelmei, hogy veszteség éri. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. A könyv jelentheti az ő tudását, vagy továbbtanulást, de jelenti a zárkózottságot is, vagy azt, hogy ő úgy érzi, hogy te vagy valaki eltitkol előle valamit. Itt látható a szeretet és a szerelem, ő szereti a gyermekeket, és veled kapcsolatban a kártya azt jelenti, hogy ő szeret téged, és a gyermek utalhat ártatlanságra, fiatalos kisugárzásra, vagy egy új kezdetre. Mit fog tenni? Az itt jobb oldalon látható. Ez a férfi útban van hozzád. Azon kívül döntéseket hoz, hiszen elérkezik az élet útján ez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Az utak jelentik a találkozást is, hiszen az utatok kereszteződik, és itt a lilium virág jelenti a tisztaságot, tiszta gondolatokat, jó szándékokat, tiszta érzelmeket, vagy azt, hogy ő szeretne tisztázni veled valamit. Most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a halak, ugyanúgy, mint itt alul, jelentik a pénzügyi dolgokat, vagy az értékeket, mivel az egerek szintén ott vannak a közelben, eltávolítanak valamit, vagy van kiadás, vagy veszteség, vagy vannak félelmek. A fa jelenti a biztonság érzetét, ő keresi a helyét az életben, ahol le tud gyökerezni. Ez lehet egy munkahelyi változás, hiszen a munka, a hivatás és az anyagiak összefüggnek egymással. Lehet, hogy betegíti most ez a helyzet, hiszen a fa jelenthet egészségügyi témákat, vagy olyan helyzetet, ami betegíti őt. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozik, kevés a pénz, kevés a megbecsülés, és keresi a helyét az életben, tervez egy munkahelyi változást. Itt újra a könyv jelenik meg. Ez jelentheti a tudását, lehet továbbképzés, de lehet az árkózottság is, vagy azt is jelenthetik a kártyák, hogy ő úgy érzi, hogy valaki eltitkol előle valamit. Itt a kígyó szintén utalhat egészségügyi témákra, vagy megújulásokra, mint egy újjászületés, de néha jelenthet egy hölgyet is, egy fiatalabb hölgyet,
vagy egy nőt gyermekkel, ez lehet a volt társnője is, és lehet, hogy a nő követelőzik, és pénzt akar tőle, emiatt van a vesztesség, és ez betegíti őt. Itt újra a gyermek van, ő szereti a gyermekeket, vagy szereti a gyermekeit. A gyermek jelenthet ártatlanságot, vagy egy új kezdetet is, ő tervez veled egy új kezdetet. Itt ez a kereszt jelenti az ő hitét, hogy hisz abban, hogy minden rendeződik, de jelenti a döntéseket is, ugyanúgy, mint az utak, mert elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, amit a kereszt és az utak még jelentenek, hogy találkozni akar veled, útban van hozzád. Itt látható a tisztaság, tisztázódik valami, a madarak jelentik a beszélgetéseket, tehát beszélni akar veled, és tisztázni akar veled valamit. Itt a horgony jelenti a biztonság érzetét hasonlóan a fához, ahol le tud horgonyozni, ahol le tud gyökerezni. A horgony jelenti a munkát, a hivatást is, hogy keresi a helyét az életben, szeretné megkapni a megbecsülést, vagy szeretne többet keresni, mint eddig. Tehát lehet itt egy döntés, egy új irány, egy munkahelyi változás. Az ő jelenlegi helyzete, itt a virágcsokor jelenti a te szépségedet, a szép környezetet, vagy egy meglepetést, egy ajándékot, hogy tervezi azt, hogy találkozzatok, és hogy megajándékoz téged. A te jelenlegi helyzeted, itt van a kutya, ez jelentett házi állatokat, de jelenti a baráti kört, vagy a hűséget is. És az áll most a középpontban. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!